Ez a videó előtt el szeretném mondani, hogy nagyon köszönöm a jó visszajelzéseket, a sok megtekintést, feliratkozót és építő kritikákat. Királyok vagytok. Mire gondolsz, amikor meglátsz egy kalapácsot? Egy átlagos kalapácsra? Mint például, ami ezen a képen is van? Vagy egy gumikalapácsra? Vagy a Banhammerre, ami a LOL Hungary Facebookos csoportjába csúnya dolgokat kiposztoló emberekre sújt le. Én egy olyan emberre gondolok, akinek a kalapácsába olyan erő szorult, ami simán elpusztít egy egész világot. Egy olyan emberre, akinek a kalapácsa legalább olyan híres, mint ő. Ez az ember nem más, mint... Nem! Nem. Én természetesen Demacia kalapácsára, az Iron Ambassadorra, azaz magyarul a vas nagykövetére, Poppira gondolok. De mi a titka Poppinak, hogy ilyen hírnévre tett szert? Talán a megnyerő külseje? Vagy a brutális viccei? Vicc? Nem tudok egy viccet sem. Nem tudom, mi lehet a titka. Talán, ha körülnézünk a történetében, akkor megtaláljuk az okot. Szóval, Poppy gyerekkorában már a kovács műhelyben dolgozott apjával. Ahelyett, hogy szociális életet élt volna, azaz a többi gyerekkel játszik, barátkozik, meg hasonlóak. Apja, Blomgren, nagyon büszke lett, amikor a kis Poppy fel tudta emelni hőn szeretett kalapácsát, csattanót. Angolul, Womper, ami majdnem Whopper, de nem. El sem hinnétek, de ez a kalapácsa neve. Ugye, megmondtam, hogy a kalapácsa is legalább olyan híres, mint ő maga. Tovább haladva a történetével megtudhatjuk, hogy az apja, aki abban az időben a leghíresebb kovácsmester volt, feladatot kapott egy Florin Berel nevű tábornoktól, hogy készítse minden idők legszebb, leggyönyörűbb sisakját, aminek pompájában nincs párja e világon. Blomgren beleadta minden energiáját, és elkészítette a sisakot. Ám de a noxusiak is meghallották e sisak hírét, és meg akarták szerezni. Így hát, amikor Poppy és apja úton volt a várba a sisakkal, orvadászok támadták meg őket. Apja Poppynak adta a sisakot, és megmondta neki, hogy élete árán is vigyel a palotába. Poppy elszaladt, de apja ott maradt harcolni az orvadászokkal. Sajnos nem bírta sokáig. Poppy sikeresen eljutott a palotába, odaadta a sisakot Florinnak, majd megkérte, hadd csatlakozzon a seregbe, mert meg szeretné bosszulni apja halálát. Csatlakozott a seregbe, majd a legendák ligájába is, hogy szétverjen pár Noxusit. Mellékesen megemlítem, hogy Poppy sok embert is hőst motivált, hogy csatlakozzon a ligába, köztük Galiót is. A spellekre rátérve, passzív, derék harcos. Minden fizikai és mágikus sebzést, ami meghaladja aktuális HP-jának 10%-át, 50%-kal csökken. Ez a hatás tornyokon nem működik. Q, pusztító ütés. Felerősíti a következő támadását. Nagyot sebez, plusz az ellenfél max életerőjéből is csap. AD-ból és AP-ból is vesz fel sebzést, de mivel mágikus sebzést okoz, ezért a varázstörés aktiválódik. Ez elég rosszul hangzik magyarul, amúgy én a Magic Penetration-re gondoltam. W, Demacia eszmény. Passzív, ha Poppyt alaptámadás éri, vagy ő támad, akkor megnő az AD-ja és az armorja. Ez maximum 10-ig halmozódhat. Aktív, ha nem lenne meg, megkapja a passzív mind a 10 tekjét, plusz kap mozgási sebességet. E, hősi roham. Nekiront egy ellenségnek, és tovább löki azt. Ha így sikerül nekilökni a falnak, vagy toronynak, akkor az ellenség plusz sebzést szenved el, és elkábul. R, azaz az ulti, diplomáciai sértetetlenség. Poppy elszántan egyetlen ellenséges hősre összpontosít, és megnövelt sebzést okoz neki. Poppy immunis a célpontján kívüli ellenséges egységek minden sebzésére és képességére. Ha jól játsszák Poppyt, akkor nem, illetve nagyon nehezen lehet megölni.
Ez ugye a nagyon erős passzívjának és útjának köszönhető. Ezért Poppyt úgy kell buildelni, hogy legyen sebzésé is, de ne nagyon legyen papír. Amúgy úgyse könnyű megölni. Szóval segíteni szeretnék abban, hogy én mit vennék Poppynak, és hogy te mit vegyél neki, kedves idéző. Kezdőtárnak én szinte minden esetben a Doran pajzsot ajánlom, de amikor távolhatsz agresszív topos az ellenséged, gondolok én Vladimirre, Ryze-ra vagy Jace-re, akkor vehetsz nyugodtan flaskát, meg potikat. Ha junglebe viszed, akkor pedig a jungler itemed legyen a gyíkmester lelke. Innentől a sorrend. Háromság hatalma, fürgeség cipője vagy higany léptek, az ellenségtől függ, a letaszított király kardja vagy randuino mennye, ez a csapattól függ, mennyire tankos a csapatotok, meg persze az ösvénytől is. Ha nyered, akkor botek, nem, akkor randuino mennye. Naptűzköpeny, szellemarc, majd őrantja. A háromság hatalmára azért van szükség, mert a kúd írtó nagyot fog sebezni. Hidd nekem! A többit nem kell szerintem magyaráznom. Naksza boterkát. Miért vegyél neki? Sebzés, támadási sebesség és életlopás. Köszönjük! Most elmondtad, hogy mit tud a boterkát. Ez igen! Na de a lényegre rátérve. Ugye van az a passzív, hogy minden alaptámadással százalékos sebzést is osztasz, és ez működik a kúddal is. Szóval nem elég, hogy alapból van rajta százalékos sebzés, de mi még pakolunk rá. Na, mi milyen király? Tippek, trükkök. 1. Teamfightba az ultidat az ellenséges supportra rakd rá, mert szinte minden esetben neki van a legkevesebb sebzése. Szóval míg a többiek nem sebeznek rád, és a support tolja rád a szinte minden esetben legkevesebb sebzést, addig te szépen kiszedsz mindenkit. 2. Korai játékban vagy early game-ben próbáld kihasználni a hősi roham nagyobb sebzését és kábítását azzal, hogy nekimész velük a farm. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és nyugodtan írhatsz hozzászólást, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, és hogy kit szeretnél látni a következő videóban. Sziasztok!